Így néz most ki az új bölcsőde Kisvárdán, ahol az önkormányzati fenntartású mellett most már nem csak görög-katolikus és református, hanem római katolikus fenntartású intézmény is működik. Kaszásné Tóth Judit főigazgató azt mondta, egy régi álom valósulhatott meg, amikor 2022-ben sikerrel pályázták meg a már meglévő óvoda épület részének bölcsődévé alakítását. Maga az intézmény három csoportszobát, ezt másfél gondozási egységet jelent. Három csoportszoba kialakítása történt meg. Tulajdonképpen mi egy óvodának az épületében vagyunk. Az óvodának a csoportszobáiból alakult ki három csoportszoba átalakításával a bölcsöde intézményegység, és azért volt szükségünk bölcsödére, mert hiszen egyre többen vannak olyan szülők, akik szeretnének munkahelyen elhelyezkedni, és akkor ezért szerettük volna azt a lehetőséget biztosítani számukra, hogy legyen római katolikus fenntartású bölcsöde is. 2023. decemberében jutott el odáig a beruházás, hogy már meg tudták kérni a működési engedélyt, ezt követően idén áprilistól kezdődhetett meg a gyermekek beszoktatása. A bölcsöde áprilisban nyitotta meg a kapuit, és úgy működik a bölcsöde, hogy a kisgyermek gondozók személyesen kell, hogy kötődjenek a gyermekekhez. Tehát, hogyha valaki beiratja ide a gyermekét, akkor fokozatosan beszoktatja, és egy gyereknek a beszoktatása egy hetet vagy két hetet is igénybe vesz, és utána következhet egy következő gyermeknek a beszoktatása is, és egy délelőttös, illetve egy délutános kisgyermek gondozóhoz kötődik személyes törődéssel a gyermek. Egy csoportnak 12 fő lehet a létszáma abban az esetben, hogyha két éven aluli gyermekekről van szó, és ezt lehet növelni még 14 főig, és jelen pillanatban egy teljes csoportnyi gyerekünk van, szeptemberre beiratva már 27-en vannak. A beruházás Európai Uniós és kormányzati támogatásból valósult meg, mintegy 76 millió forint értékben. A főigazgató azt mondta, nem feltétele a jelentkezésnek a keresztség felvétele, bárkit szívesen látnak a jelentkezők között, felekezeti hovatartozástól függetlenül.